Felvétel, szia, és YouTube nézők is, szia, és abban a pillanatban kapcsolunk. Kapcsolunk élő közvetítésünkre, úristen, kérjük meg a kint lévő, mi az, újságírónkat, Zoltánt, hogy mit gondol erről a játékról. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit a TV készülékek mögött. Hát ez a játék fenomenális, azt kell, hogy mondjam. Itt a tapasztalatom alapján, pöröghettek a farkam kalapján, de amúgy ez a játék tényleg nagyon szexuális, és annyi minden újdonsággal tud nekünk itt újdonságot tud nyújtani és szolgálni, hogy ez eszméletlen. Jó, befejeztem. Baszki, Far Cry-ozok, és valami kurva szar FPS játszani több, mint 10 év kontroll. Far Cry az még lófügy lesz ehhez, majd például játsszál kodot vagy valami ilyesmit. Na az lesz a stíl, amikor meglátod, hogy mit csinálnak ott emberek. Continue! Continue! És ugye ott fejeztük be, hogy megöltük a bohócos boszt, és a nagy kastélyszok előtt állunk. Eme! Eme kastély előtt! És ide fogunk behaladni 5400 szóllal a zsebünkbe. Amúgy eddig nem láttátok azt, hogy mögöttem mi van. Úgy itt használom a bal karom. Picit odébb rakom magam így. Legalább lássátok, hogy mikor fogy ki. Na! Szokjunk bele itt a lecsóba most. Így hirtelen belevágni. Habár amúgy tegnap sokkal rosszabb helyzetben voltam, mert tegnap boss. Nál fejeztük be, és a bossnál kezdtük a streamet. Úgyhogy az a legrosszabb szerintem, hogy rögtön úgy bossba belekezdeni, mert minden ilyesmi. Itt fog jönni Mari, nem? A takarítónő, vagyis ahogy igen. Jó napot kívánok, hölgyeim! Kire fáradjon elém, és... Ez már... Jó. Első védekezésem a játékban, már most sikeres. Sikeresen kivégeztük ezt a hölgyemét. Úgyhogy nagyon... Úristen, ez kurva jól néz ki ez a kastell. Ez véletlen. Ja, és a héten nem leszek este Age of-ra, jól néz ki a játék is. Nem lesz este Age... hogy egy héten mától kezdve... Úristen! Ez ilyen önrobbanó? Mi a fa... Mi történik? Mától kezdve? Igen, valami buff van? Vagy mi ez a aranycsillogás? Ez a disruption. Ott van fent valami ilyen izé. Azt csinálja szerintem ez a buffot, ami a követ. Oda nézé. Oda figyeljé! A Bob Masters! Úristen, milyen... Olyan jól néznek ki a karakter dizájnnak, hogy eszméletlen. Nagyon tetszik. Nagyon. Kihekkeltem a boss tegnap, így van. Két órámban tartott, de meg lett. De mög lett. Jó, hogy éjszakás vagy a héten. Aha. Ja, jó van akkor. Hát én sem leszek sokszor. Maximum még ma is holnap. Ugye aztán 5 napig adios amigos. Úgyhogy én sem leszek. Hello! Úristen. Jó, lehet ki kéne próbálni a képességeit. Ennek a hölgyemének, hogy miket tud. Ennek a jó képességűnek. Persze, ugye hozza a bábait. A bábait. Amúgy szerintem ezek ellen jól lenne a tűz, nem? Mivel báb, meg minden ilyen faszom, szerintem tudja jó lenne a tűz ellenük. Öt nap off lesz sajnos, Richard, így van, testvérszem. Ez baj. Oké, kipróbáltuk, hogy mit tud ez a jó képességű hölgyemény, a báb játékos. Azt kell, hogy mondjam, hogy oda basz. Oda basz. Úgyhogy ez jó lesz. Igen, már észrevettem, hogy ez a Destruction fölmegy rajtam, akkor megpusztulok. Na, szerintem itt tüzezni fogunk, mert szerintem a bábosok ellen szerintem kurva jó lesz a tűzkéz. Én a mondó vagyok. Nekem kell valami más most, más stílus. Elég volt a Age of-ból? Na baszki. Ki kéne próbálnod másik Age of-ot? Mondjuk játszhatnánk Age of 3-ot is, vagy 4-et. Mert ott megint más a helyzet.
Megint máshogy működik egész szisztém. Mint a kettesbe amúgy. Azok előbb ott hagytam azt a gabonát hajtóba. Jó, hogy ez egy shortcut lesz, gondolom. Így van. Szevasz, the juicy, hello! Jó napot kívánok, 100 évet éget se. Vártok már ez a jó képességű meg itt van fölöttem és küldi itt a bába játékosait ez a vadhere. Megpróbálj kitüzelni a valagát neki. Nem, nem, ez nem jó, ilyen elkap még egyszer nekem. Úristen, 5000 szólom van, várjatok. Hagyjatok békén most. Van azok 5000 szól a levesbe, hülye vagy? Azt nem kockáztassuk meg. Úgyhogy muszáj visszamennem érte. Hol volt az? Elej. Hol a fasz a... Úristen. Hol voltak a szójaim? Ezt elég nagy problémának hívják. Szerintem itt folyt a spawn valamíg ez él ez a bábköcsök. Jézus! Na most már tényleg problémával. Úristen. Na most már problémával vagyunk. Nem akarok elveszteni 5000 szót. Jó. Na ez aztán... Ez aztán ultra mega baszó probléma, úgyhogy már csak 4000 szólom van. Hát ezt nem hiszem el, most ez komoly! Én ezt nem hiszem el. Na, eljött ez a pillanat is, hogy most elvesztettem a szójaim. Ami eddig még nem jött el, úgyhogy most ennek is el kellett jönnie. Mennyi boss töltem meg tegnap? 3-at talán? Na, ezt gyönyörűen megoldottuk, de csak a szójaimnak a felit vesztett. Á, fasz felit, mert ugye 5000 valamegy jól. Na, már mindegy. Kettő vagy három boss? Ne, szerintem három. Aha, fönt van YouTube-on ez. Persze! Na jó van, ezt most... Most, hogy már mivel nem nagyon veszíthetünk semmit, ezért rá kéne jönnünk itt a tactics-ra, hogy mi van. Mert ez a kastély úgy néz ki, hogy itt nagyon sok halál fog rám várni. Elég brutimuti ez a kastély. Főleg úgy, hogy nem érzem, hogy megütném ezeket az embereket, baszki, nincsen sebzésem rajtuk. Ne vágjál közbe! Közbe vág ez a baszkos ribanc. Nézd meg! Hát ez így nagyon érdekes ez, de majd mindjárt valahogy megoldjuk. Mindent is megoldottuk, úgyhogy ezt is megfogjuk. Ugye itt is van egy olyan, ott is van egy olyan, és még lent is van egy ilyen köcsök. De ezeket hogy öljük meg? Jó, hogy most elektronyosság van ide berakva nekem, az baj. Az a baj, hogyha még egyszer elordítsa magát, nekem sárga. Óvatosan. Mindig jön egy támadás után egy ordítás, vagy még nem? Most? Most van ez. Jó, fasza. Jó, ezt meghal. Kap egy íkok. Halljál már ki. Vagy elektronyosság lesz jó, nem is a tűz. Oda nézzé. Ezt adta oda nekem a nő, úgyhogy lehet elektronyosság lesz ellene mégis jó. Na, ezeket egyenként fog kelleni megpirítanom, mert nagy bajok lesznek, hogyha ezt így egyszer összegyűlik, mint előbb. És úristen,
Oké, Dark Souls 1. Emlékeztek? A Dark Souls 1-ben, amikor bementünk abba a hülye kolostorba? Hányszor haltam ott, meg mire megtaláltam a izét? A bonfire-t? Igen, áriázás. Ria, Ria, Ária. Találtuk egy jobb cuccot. De várjatok. Hogy még a baszó gyűrűt se tudtam berakni. De bassza, úristen baszki, a jó fejlesztésemet, amit elküldhettem volna most a sok szójai, most a súlyomra kellett volna adnom. Na mindegy, na majd legközelebb. Szóljatok, hogyha level up-ozok, akkor a súlyomra adjak, oké? Okay? Disruptor Resistance, ez kell nekünk ehhez a területhez. Be is rakjuk. Nem lett nehezebb a súlyunk, ugye? 54. Na várjál. Várjál, mert ezzel, úristen, van kettő gyémántunk is, bazánk haza kellene menni. Ezzel be fogom tudni rakni magamnak a másik cuccot. Ezt. Very good. Very good, és legalább több ütés fogunk tudni elszenvedni. Hello, jó napot úristen! Te ki a tökön vagy, jó napot kívánok! Hello! Adelina! Adelina! You're not a puppet. Are you here to listen to my music? I can't sing anymore. Riddles. Patricia. Oh, Patricia, I'm pop. Csak ennyi. Jó van akkor. Szóval erre kéne tovább, vagy tudunk tovább itt haladni, vagy nem? Jó, nem is tudunk itt tovább menni, mi a faszom. Aha. Akkor itt csak Adelina van. Úgyhogy valahogy lentről kéne majd tovább haladni. Nekem kurvára tetszenek a zenék, amik ebben a játékban vannak. A zenék is kurva jók, a level designok se rosszak. Az picit a városrész már uncsi. De most például ez a kastély is kurva baszó. A karakter designok meg eszméletlen jól néznek ki. Azok nagyon-nagyon bejönnek. És a boss design, a bossok meg kellően agresszívak. Még lehet, hogy néha túlságosan is. Előbb valahogy itt lent voltunk, nem? Nem mentünk ki itt valahogy? Jó, akkor a jobb oldalon voltunk. Na, itt volt előbb a baj. És itt nagyon sokan körbe. Oda nézni, hogy ránk akar ugrani ez a kurva? És csak három életünk van. De mi ez, hogy csak fél életet sebzek rajta? Rohadt. Ne! Rohadt erősek. Táplálja az a mocskos vaddisznó. Valószínűleg. Ez egy gyönyörű ütés volt. Ez is. Meg fog halni, bazd meg. Most megint olyan szintű enemiket rakott be a játék, hogy... NE! Hát ezt nem hiszem el. Boss is jó lesz, azt mondod? Na, örülök. Hát olyan, mint hogyha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon... De mi, várjatok, mennyit ütök? Ha eltalálnám persze. Ha embert, akkor az sokat segítene a ügyönbe. Hát szépen pedig jól ütök, ha... Itt bajok lesznek. Ja, hogy itt jöttem ki előbb. Na, bazd meg, van a fasza. Na, jó lenne nem veszteni több szólt.
Ketten gyertek, aha. Ezt nem hiszem el a falak között harcot, bazd meg. Hát ez valóan szintű kezdés, mint tegnap a bosszok amúgy, komolyan mondom. Vannak ezek olyan erősek, mint tegnap a bosszok. Így van. Most pontosan azt mutatom neked, hogy hogyan nem szabad lecsinálni ezt a játékot, Szivar. Shortcutot kéne nyitnunk. Nekem 180-szor végig variálunk magunkat ezen. És valószínűleg a shortcut az itt lesz amúgy. Ott, hú, de nagyon sok ilyen mocskos vadállat van. Persze. Persze, fiam! Jó, a áramskik jó. Ebbe valahalunk. Mi ez a rész, te? Mi ez a rész? Na, még ilyen erős mobokkal se találkoztunk. Fasza. Fasza, akkor most előhozzuk a régi Souls típusú stratégiát. Futunk. Futunk, amíg meg nem halunk. És megpróbáljuk azt a szembe lévő ajtót kinyitni. Mert ilyen, most jutottunk el odáig, hogy több Soul-t vesztünk, mint amennyit össze tudnánk szedni, és ez azt jelenti, hogy kurvára nem jó a helyzet. Ilyenkor mérlegelni kell. Mérlegelni kell, hogy most mi lesz a jó nekünk. Inkább nézzük körbe a mapot. Meddig fognak ezek követni? Titkos láda, szia. Amulett, technika, úristen, megnöveli a technikát, nagyobb lesz a damage-ünk. Persze, hogyha kijutok innen éve. És ez nem biztos. Hát igen, ezt bajnak szokták nevezni a én szótáramba itt. Nem elég, hogy kurva nehéz ez a Vieri banc. Még ilyen hululut is basz rád, érted? Hululul! Persze a falak között, hát ez eszméletlen. Hululul! De ne a falat is! Hululu. Ezt nem hiszem el. Nem hiszem el, hogy a falat ütött, bassz meg. Hululululu. Jó, a büdös kurva nélkül már nem olyan erősek ezek a mocskos ribik. Sóval semmi gond. Megmaradt 6 életünk, mit akartak? Mit nézel? Mit nézel, pók kurva? Hululululu. Azaz, ha nem hiszed el, hogy az életed ajándék. De utánunk jönnek ezek a mocs... Elnézést kívánok! Jó, azt hiszem, hogy ez a játék picit agresszívá vált. Igen, picit gyorsan fut. Szerintem bajba vagyok. És visszaérkeztünk ugye az izéhez, ahonnan elindultunk.
hol az a rohadt shortcut, bazd meg, azt akartam megtalálni. Eszméletlenek, hogy beleütök a falba. Muszáj lesz így legyőzni, máshogy... Máshogy nem lehet ezt a büdös ribancot. Kéne fejleszteni a fegyverem most már. Most már úgy, ahogy beléptünk ebbe a kasséba, megint léptünk egy szintet. Nehézségbe szerintem. Amihez még nem vagyunk elég jók. Még a kettő... Ne! Kettő gyémát is a zsebembe van. Oké, okosan. Okosan haladjunk, úgyhogy még legalább egy szintet tudjunk magunkra ütni, baszni. Azt már egyszer megöltük azt a Jánost. A Jánost. Srácok, valami visszatöltötte a HP-mat? Ha valami visszatölt... Nem használtam el én HP-t? Vagy hülye vagyok? Lehet, hogy aztán nem használtam el, nem emlékszem. Esküszöm, nem emlékszek. Itt van alattunk egy pokolfajzat, ami valószínűleg nem nagyon lesz jó nekünk. Az, azok hululúznak. Itt van egy problémásabb alak szerintem. Ő az lesz. Lehet szavazni szerintetek, meghalok. De miért? De miért, geci? Jó, semmi baj, próbáljuk nem beagrózni azt enemit. Addig, amíg nem jutunk ki legalább egy shortcutot. Lehet, hogy a shortcut az pont abban a szobában lenne, ahonnan kijár. Vártok, megnézzük, hogy itt mi van. Nyuszi vagy, McFly? Megöljük, megöljük, srácok. Tudjátok, hogy mindenkit megölök. Mindenkit is megölök. De kell egy shortcut biztosítéknak. Ami itt van. És így egyenes utunk lesz a bonfire-hoz. Ez nagyon fontos volt, hogy ezt kinyissuk. Ott a bonfire kint. Szóval ennyit tudtam tenni most. És akkor most így egyenes utunk lesz. És ahol még egyetlen egy hely van, ahol nem voltunk. Ez itt a bácsesz. És ott, itt is majd lesz egy ügyes shortcut. Szóval ez a bácsi, aki itt sétafikál. Úgyhogy megvárjuk, hogy elmenjen. Most milyen hamar lépjél majd le? A bossnál? Hát ugye nagyon szenvedek vele akkor, érted? Visszanéztem a boss fightot. Visszanéztem a boss fightot, a tegnapit, teljeset. Úristen, ez egy fegyver. Konkrétan a első fészbe a feliné mentéje. És ugye ez a boss fight meglett. Jó, megpróbálom kicsalni ezt a Bobby fiút a bonfire-höz. Nem tudom, meddig jön-e. Habár nem erre kellett volna csalni. Meddig jöhetsz? Eddig jöhetsz? Eddig van a utad? Hú, de csúnya vagy. Aha! Nagyon sokat sebeztem rajta. Jó, megpróbáljuk kihasználni ezt a dolgot, hogy nem jöhet innen tovább. Vagy igen? Elkezd tolatni, igen.
Szóval kihasználjuk a játékba lévő dolgokat. Jó, semmit nem sebzek rajta. Amúgy. Megpróbáljuk fölgyújtani ezt a kurva babát. Hogyha most már ilyen kezem van. Jó van. Jó, ő nem gyulladt föl. De, főgyulad. Főgyulad, és az nagy... Jézus Úristen! Mi a fasz? Dodderka megérkezett, faszki! Na, hogy ilyeneket csinálsz, akkor nyugodtan maradj távol. Úristen, Dodi! Puszi neked is, puszi. Úristen! Így kell visszatérni. Dodi, nagyon szépen köszi a 1000 G-t! Úristen! Már hozzászoktam tőled ezeket az eltűnéseket. Pont tegnap beszéltük srácokkal, hogy hol lehet. Dodi, nagyon szépen köszi a 1000 baszócsírt. Nagyon szépen köszi. Nem hallottál semmit? Miért? Le vagyok némítva. Ez nem én lettem volna amúgy, hogyha ez nem történik meg most. De semmi baj. Azt mondtam, hogy nagyon szépen köszi a baszó millió csírszeket. Te vad állat, nagyon szépen köszi Dodi, és szerelem van. Trinity Gay. Sálá, yes sálá. Nagyon szépen köszi, hogy így gondolod. Itt is egy kvarc. És még ilyen cuccot is találtunk. Ja, amúgy találtunk egy amulettot. És most akkor lesz jó berakni azt a esztet. Ez plusz 4-et hozzáad a technikához, ami a sebzésben nagyon jó lesz nekünk. De be kell raknunk, hogy legyen egy már harmadik amulett helyünk, és akkor az nagyon szexi lesz nekünk. Három kiló van nehezebb, passz meg. De viszont kurva jó cucc. És nehezek vagyunk. És nehezek vagyunk, passz meg. Na jó. Nagyon rá kell adni a pontokat arra, hogy ne legyünk ilyen nehezek. Berakás hallottál? Hát itt azért néha előfordul ezekbe a streamokba, hogy ide-oda rakjuk. Tudod, az pontosan. Nagyon jól, Dodi, hogy itt nagyon szexuális streamek szoktak folyni. Kéne még szót szerezni. Hogy nagyon gyorsan tudjunk fejlődni legalább egy szintet. Itt megint van egy ilyen izé? Kerekes talicska? Most hol vagyok? Aha! Milyen jó, hogy leestünk, mert így legalább ki tudok nyitni innen ajtót.
Nagyon szép. Hú, ez baj. Magin a hülye bábuk. És csak hozzá vannak kötve az a kurva, az, aki itt van fölöttünk amúgy. És erősíti őket. És hogyha elcsalom őket innen. Meddig van a ható távja neki? Nem történik semmilyen berakás? Hát már hát... Nem találkoztam valószínűleg senkivel élőben, érted? Onnantól kezdve, hogy élőben találkozol valakivel, megtörténhet a bármilyen berakás. Ki ígért neked ilyet? Tegye fel a kezeit, aki itt van, valaki ígért olyat, hogy berak valamit valahova. Volt itt ilyen fiatal ember? Jó, nagyon szép. Az a baj, hogy már csak egy életem maradt. Itt volt egy safe. Incredible Venik kollekció. Ezt oda kell adni majd Pulcinillának. Pulcinilla. Na, itt lesz ez a galambos lajcsi. Itt nagyon járkálgott valamára. Na, akira jelentkezik, nézd meg. Akira jelentkezik erre a nemes feladatra. Ez probléma. Ezt én szótárom a problémának hívják ezt a helyzetet. Na megnézzük, meddig hajlandó elfutni ez a fiú megint. Úristen, nagyon jön. Eddig? Eddig és ne tovább? Jó, én ezt már megölöm. Nem érdekel, kevés életem van, akkor is megölöm. Jó, azért most úgy magas szélesebb helyzet. Nagyon keveset sebzek rajtuk, baszki. Megy a tánc. Csivirip, csivirip. Oké. Nagyon jó. Ajaj. De hova jössz? Nem jöhetne ide, bazd meg. Jó, ez már nagyon túljött a területén. Oké. Kitaktikáztuk, kitaktikáztuk, de muszáj volt. Muszáj volt, hogy tovább tudjunk leselkedni. Úgyhogy ezek a büdös ribancok ne legyenek újra, mert ez nagyon fontos ilyenkor, mert tényleg, hogyha most meghaltam volna, és az nagyon nagy baj lett volna, megint újra élettek volna ezek a bábjátékos Jánosok, és ez nagyon fájt volna nekem. De akkor minden rendben, Dodi? Minden nagyon rendben van? Minden? Azt mondod? És azt megígéred nekem, hogy soha többet nem fogsz eltűnni? Megígéred papinak? Papinak, hogy soha többet nem tűnsz el? Isten engem úgy segíjjem?
Persze, ha még itt van. És már eltűnt. Igen. Jó napot. Jó, oda be kéne haladnunk és megnézni, milyen itt a jány mögött. Úgyhogy ezt valószínűsítem, hogy meg kéne ölőzni. De nincs mivel. Fél életünk van és ez baj. Megtehessük azt megint, hogy befutunk. De hát ez lehet, hogy halál lenne belőle. Ha megint beragadok valahova. Az a baj, hogy... Pedig az lesz, én megpróbálok elfutni mellettük. Gyors, 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 ami nem érnek ide. Jeveled. Csak annyi cuccot találtunk már. Meg kéne néznem összeset. Löpke is van erre, löpke. Még ugye azon a átjáron nem voltunk, ahol leestünk, úgyhogy oda vissza akarok menni megnézni, hogy hova is vezetett volna tovább. Ha nem esünk le. Ne! Jó, ekkora pech az égvilágon nincs. Az égvilágon! Akartam bent találni egy bombfejőt. Jó, megint 5200 szó. Ott fekszik valahol. De nyitott sorkatok segítenek abban, hogy ne kelljön még egyszer ezeket végigcsinálni. Szevasz, Mackex! A másik elveszett figura megérkezett. Szevasz, szia, hello! Jó napot kívánok! Nálom minden rendben, minden. Nagyon szökszi-mökszi. Nem hiszem el, nem, meg tudunk halni megint. Még a lepke is meg lett. Nagyon szép. Ez megint kihozott a várfa, vagyis az izéhez? A városba? Az a út. Így van, visszatérnek az elveszettek. Oda néz, és egy shortcut. Aha. Na jó, de most én ebben mit érek el, hogyha én innen jönnék? Semmit, nem? Vagy igen? Itt föl tudunk menni. Na mindegy, hazamegyünk. Hazamegyünk és megcsináljuk a fejlesztéseket. Levelet nem fogunk tudni lépni, de legalább fejlesztéseket meg tudom csinálni. Az a baj, nagyon nehezen gyűlik így a szólón, pedig mindenkit kinyírtam baki. Szóval hazamegyünk fejlődni egyet. Úgyis kell beszélnem a ottaniakkal. Elvesztél személyemben? Úristen, ezt el. Harapjak beléd. Azért durva, hogy egy óra alatt mi nem fejlődtünk egy szintet. Jó, nem egy óra, 40 perc. Amit akarunk, először is, beszélgetünk itt a izékkel, Jánosokkal. I know my way.
Ja, és találtunk fegyvert is, tényleg. Tényleg... 145-13. Ehhez még mindig half moonstone-unk. Jó. Beszélünk Pumpinillával. Pumpinilla, szia. Master Vanini carefully curated this collection box himself. Most lehet, hogy mivel ezeket a boxokat odaadjuk, és akkor létrehoz nekünk a shopban valami olyan cuccot, amit megvehetünk? Aha, igen, speciális itemeket. És minél több dolgot vehetünk így. Aha, most már tudunk venni ilyen izét. Ó. Acid, és valami védekező performance. Ja, hogy jobban fogunk védekezni. Aha. Érdekes, érdekes, nagyon érdekes. Érdekes. És ma vannak ilyen fejlesztések is. Egész tűrhető most ez a game, de most nagyon nem csipoltam. Kurva jó az a játék. Mackex, higgyél nekem, ez a játék összméletlen. Összméletlen, le se akarnám rakni, komolyan mondom. I always welcome. No trouble at all. Itt a veszteledek. I almost consider it my oldest hobby. Jó, mindenkinek odaadtunk mindent, amit kell. I always welcome. No one, puppet, I... Jó. Szavasz, Alex, szia, hello. Jó napot, jó napot. Oké. Okay. Na, amit most megcsinálunk, hogy elmegyünk Geppetto bácsihoz. Geppettohoz, és nagyon befejlesztik itt a cuccainkat. És amúgy nem lenne hülyeség venni ilyen jobbat. Is. Igen, már most várom, hogy holnap legyen. Az biztos. Az tuti. Frutti. Frutti tutti. Azt nézem, hogy a macska nincs itt valahol. Szavas Zseppi, aki Zseppi. Jó napot kívánok. A city asked me. Finally. The king, so are you. Thanks. Mi ez a Samar Mask? Ez egy második, ez volt a második boss, ez a Samar, és az adta oda a maszkját. Egy ilyen mini boss. És azóta beleszerettem. Na, a Leila Organát beaktiváljuk itt most magunknak, mert ez nagyon jó lesz nekünk. És erre adtunk, ugye, hogy több amuletszunk legyen, amulet. Úgyhogy most ezt beaktiválván. Nagyon amazing lesz. Puzzle, Lovesz Gord, igen. Ó! Ó, több erő... Több ergót fogunk kiszedni, nem itt? Add ide. Jó, és most megcsináltuk azt, hogy legyen három cuccú. Itt abban a pillanatban rá fogunk menni a plusz életre megint. Jó, ez a fa. Cube use. Increase the number of belt. Ide már három cuccot lehet berakni. Aha, ja, hogy itt már hárommal nyitod meg, persze, hogy. Persze. Jó, élet. Életke. Na-na-na-na-na-na. Madarak ébrednek a reggeli zajja. Türü-türü-türü-türü.
Álmodj mi. Minél rosszabb a pinged? Gyere, gyere Age of Empires-ezni. Ott nagyon jó pinged lesz. Mit szólsz hozzá? Több ergo. Köszi. És ide fog kelleni még egy bazd meg gyémántosz. Ami nincs, ugye? Ja, de van még, úristensz. Még egy életünk lesz pluszba, hát ez nagyon jó vagyunk. Töltődik folyamatosan a légi, hogyha megölök egy enemit. Az nagyon jó. Ja, hogy... Bassz meg. Jó, nincs kvarcunk. Én a másikat néztem. Na jó, elkötöttünk mindent. Szavasz Ironside, hello. Ott is rankedezhetsz, mockex. Ha nagy faszod van... Ha nagy faszod van, akkor akár ott is rankedezhetsz, testvérszem. És most már be tudunk rakni 3 egy imáncot. Amit ezt fogunk, és most mindjárt most megnézzük azt ott, hogy hogy állunk most. Azt mondja, hogy 201 plusz 114. És hogyha berakjuk a medázt, 201 plusz 114, amúgy is meg tudtok volna nézni? Aha. Nem baj. Berakjuk a medázt. Kétszáz egy plusz 123. Hát olyan sokat nem ad hozzá, de valami plusz több sebzés hozzáad. Ez a gyűrű. Jó. Nagyon szép. Ez a másik súlyzós, ez mi? Ezt kell használnunk, muszáj. És kéne vennünk egy ilyen cuccot. Nem tudom, hogy fogunk-e találni, vagy mi. De hogy minél még erősebbek legyünk. 4-12... 500... At the house of a... Azok 7 kiló ez a szar. 7 kiló ez a szar. Még ezt sem fogom tudni magamra fölvenni. Na jó van, ezzel még várok. A súlycsökkentést el kéne érnünk a karakteren. Hogy nagyon-nagyon-nagyon súlycsökkentést kéne végezni rajta. Mert minden egyes plusz cucc, amit kapunk, jobb cucc a karakterhez, az minél nehezebb eddiginél. Szóval abban nehézíti meg a játék, hogy jobb berakd a jobb cuccokat, hogy adja arra, hogy fejlesz azon magadon, hogy ne legyél olyan nehéz. Szevasz, Szivar, ismét!
Nem volt még, nem volt. Fejlesztettem magamon. Estella. Estella Opera House. Még kéne fejlesztünk legalább egy szintet. És azzal fog tudni legjobbat tényleg tenni magamnak, hogyha könnyítem meg magam. Úgyhogy nagyon kéne most itt lépni egy szintet, de megnézem, mi van ott ügyenösen. Ugye, mert előbb pofon kúrtak. Hello, jó napot kívánok! És azért tudtam ilyen hamar megölni, mert ugye nem volt fölötte az a sárga bizbasz. Nem volt a hatók... Na itt, amúgy itt a boss! Amúgy nem is kell túlspilázni ezt, bazd meg. Ott a boss szembe. Hát én beszarok. Most vettem észre. Ja, hogy itt a boss. Aha. Értem. Mindent is értek. Hát ez marha jó. Oké, akkor megpróbálunk összegyűjteni annyi szólt, hogy jó, jó, nagyon jó vagyunk. Hát. És kellene nekünk... mennyi? Istenem, mindig félre nyomok. 7700 egy hülye fejlődéshez, bazd meg. 7700. De, oda nézzé, van nálunk egy ezrös. 1600. És abban a pillanatban meg lesz a fejlődés. És mehetünk a bossra, úristensz! Most kitöljek még meg. Kéne ilyen talicska. De itt össze egy kis talicska az abban. Hopp! Jó, ez pont jók lesznek. Gyönyörű falbaütés történt van. Nagyon erősek így, hogy... Be vannak ez disztripikatóva. Disztripcsönözve. Na, ott is van a szintfejlődés. Köszönjük szépen! Úgyhogy mehetünk neki. Önként jelentkezők voltak, igen. Szóval gyorsan fejlődünk egyet, és a súlyunkat fogjuk csökkenteni. Hogy minél nehezebb dolgokat berakhassak magamnak. Súlycsökkentés fog most megkövetelni. Hát ez... Érzem, hogy nehéz boss lesz már. Az van, hogy a fegyveremet sem tudok fejleszteni, mert nem találtam olyan gömböt hozzá, amivel kell. Kell. Hol vagy, Puni? I'll use my power. Capacity, cap. Jó. Na nézzük, hogy ez elége volt arra, hogy én berakjak egy nagyon fasz az utcot. Jó, pont 59%-osok lettünk megint. Na nem baj. Beraktuk magunknak ezt a medált. Nagyon jó. Ugye ez a Disruption Resistance, ez jó. És ez helyett még nincs más, de amúgy nem is tudnám berakni, mert akkor már nagyon nehezek lennénk. 3 medál. Hogyha nem lenne bent a súly medálunk, akkor kurva nehezek lennénk. Jó. És nem tudom, hogy kéne váltanunk a kezed, de azt majd mindjárt megnézzük, mert most boss fight következik, srácok, és megnézzük, hogy mi lesz itt a szitu. Majd berakom, ne aggódjál. Már mindent berakok, baszki. Mindent berakunk már.
És azért a boss fight előtt tudjátok, hogy amikor már fő vagy baszódva kurvára, amikor már 85-ször meghaltál, és futsz a boss fightra, és akkor még van egy ilyen lengedező inga, jobbra-balra, jobbra-balra, hogy 80-szor basszon téged pofán. Amikor már idegbe vagy, és menné neki a bossnak. Amikor idegbe gyütté. Jó, ott van egy Gabi. 29 szólunk van, maga a tökész. Nem fogunk kérni még most ilyet. Mert először ki kell tapasztalni, hogy mi vár reánk most. És én érzem, hogy nagyon gyönge leszek. Itt Geppetto és engem figuráznak most ki. Egy bábú ellen fogunk küzdeni. Vagy nem. A szíveség lenne, ugye? Hogy néz ki ez a boss, te jó Isten? Kurva jól néz ki. Úristen, nagyon jó boss dizájnok vannak. King of Puppets, ez a bába királya. Szerintetek hány fészek? Hány fészes lesz ez a boss? Ha? Azt adok, nem jól ízlednek. Na, ez szerintem elektronyosság kéne ez a bosshoz, nem? De mindjárt kipróbáljuk. Tűzit. Jelenleg... Jelenleg nem tűnik olyan veszélyesnek. Mint előzője amúgy. Persze nem tesz meg elsőre. Csak most gyakorlunk. Jó lesz volna lebaszni neki egyet.
Nem hiszem el, hogy ez, nem hiszem el, hogy ez egy fészes lesz ez a boss. Szóval most lehet sikerült volna heavy, akkor meghalt volna. Elsőre jó volt amúgy tényleg. Elsőre adta. De hogyha két fészes lesz, akkor bajok lesznek. Akkor bajok lesznek. Itt se lehet túlsz. Amúgy a támadásai tetszenek. Van neki az, hogy egyszer átbasz, aztán még egyszer. Ezt a lehet ütni. Na gyere, baby. Semmi baj. Nem kapít meg? Hogy csinálod ezt? Pedig ott ki kellett volna feküdni. Ez egy új dolog, hello. Ne bazd meg a kurva anyát, hát te viszlek el. Na jó, hívunk segítséget. Amúgy még egy pár szor rápróbálnák, szerintem meg lenne. Csak kíváncsi vagyok, hogy most ennek lesz a második fésze. Érdekes. Nem néz ki olyan nagyon veszélyesnek. Ez a második fésze, amit nyomott, ez az mondjuk idegesítő volt. De az első részét simán ki lehet védekezni. Na gyere! Nézzük meg, hogy mi van. Milyen kasza! Yeah.
Jézusom, mit csinál, bazdmeg? Jó. Szippantó üzemmód. Mondom, hogy ebben a tészt, ennek lesz második fésze, basz, mert annyira éreztem, annyira éreztem. Ah, Istenem, Istenem. Az ki a faszom? Az én vagyok, azt te mondtad. Biztosan. Innentől kezdve ez lesz. Ez lesz folyamatosan, bazd meg. Úristen. Boss. Jó, jó kis kaszája van a bossnak. Ebbe beleugrottunk, bassz meg, a T-800-os Sex Terminator. A kettő T-800-os Sex Terminator találkozott egymással. Nem baj. Jaja. Beelektronyoztam őt, tehát. De milyen gégé, hát mi nem lett meg? Nézd meg, hajnali kettő csak a csetet figyeli. Ez most bebizonyította, hogy csak a csetet figyeli a nő. Ha meghaltam, Dick. Gigi. Lebukott. Teljes lebukás. Úristen, gégéznek, akkor én is küldök egyet. Legalább így körbenézhetünk a múlva.
nekünk is sokáig éri. Ahogy eltáncolsz mellette, és ahogy benyomtam azt, hogy támadok, rögtön ő is. Da-da-di-da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 . Apa, kezdődik! Kezdődik! Szivar, nagyon szépen köszi az 50 est. Köszi, testvérsz. Szivar azt mondta, hogy nem fog küldeni már csírekszet, már 4000-nél jár. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi van bekészítve a testvérszünknek, mennyit vásárolt. Nagyon szépen köszi, Szivar! Köszi! Így van, meg lesz ez, köszönöm szépen, hajnali 2. Igen, hát figyelj, két óra múlva lehet meg lesz. Szivar ma is... Ja, már nem... Úristen, Szivar, már csak fél órád van! Fél órád van, és aztán magadnak is küldögetheted a rippeket. Mit szólsz hozzá? Az. Eddig jó. János Pál, úgyhogy most nagyon második készeljünk. Azt hittem azért tetszik, mert én nagyon jól játszom ezt a játékot, Szivar. Na, gyerünk!
Halad, Romeo! Tudtam olyan hirtelen benyomkálni a cuccaimat. Haj, pedig... Ez amúgy szevasz Marga, hello, nem vettelek észre, csá. Hello, jó napot, köszi Szivar. Következőt, következő ötvenest is, köszi. Olyan kombókat nyomott rám a ribant. Vagy csáó. Húj. Szomorú lettél? De hiszem, Marga. Azért, mert nem vettelek észre? Hát ilyen helyzetekben érted, előfordul ez. Ez durva volt a végén. Próbáltam volna, amúgy nem találtam meg azt, amit akartam. De hát ez van. Nem jött össze. Nagyon szuperen állunk, úgyhogy most odafigyelj, oké? Okay? Egy kis nyugi. Most nagyon meg kell ölnünk ezt a ribancot. Jó, nem fog kezdeni valószínűleg. Most komoly.